Ötfős fővárosi Fidesz-KDNP delegáció tárgyal a kormánnyal a BKV pénzügyi helyzetének rendezéséről és hosszú távú működéséről. A fővárosi közgyűlés holnapra összehívott rendkívüli ülését elhalasztották. Elérkeztünk a falig. Az állam most vagy igazán megérti, hogy miről van szó, vagy pedig akkor az egész politikai közösségem, nem csak a város, országosan súlyos károkat szenved. A káosz, a politikai skandalum és a várható pénzügyi következmények, amik egyébként egy évvel ezelőtt ugyanúgy előrevetítették már árnyékukat, ezek február végéig sajnos valósággá válhatnak, ha nem sikerül január végéig a kormánnyal megegyeznünk. A rájátszás stúdiójában Vitézy Dávid, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm. Tehát csupán politikai játszma kérdése, hogy csődbe megye a BKV. Mennyiben nehezíti az önök helyzetét a főváros, illetve a kormány közti csatározás? Én azt gondolom, hogy legkevésbé sem politikai játszmáról van szó. Van egy nagyon nehéz helyzet, amit én azt gondolom, hogy olyan elemekből tevődik össze, amelyeket külön-külön meg lehetne oldani, csak most egyszerre jelentkeznek, és ezért szinte lehetetlen kihívás elé állítják. Bizonban ezért nem lehetetlen ez a kihívás, de szinte lehetetlen kihívás elé állítják a kormányt és a főváros. Miről van szó? Egy példán mondom el, a nagyon bonyolult milliárdokkal való dobálózás helyett. Az Orbán kormány 2011 végén arról döntött, és erről hírt adott a nyilvánosságnak a sajtó, hogy 5 milliárd forinttal támogatja a BKV-t, és ugye ezzel élte túl a BKV utolsó hónapokat. Uh-huh. Tudja, mire költöttük ezt az 5 milliárd forintot? Most fogja elmondani. Egy olyan nem metrókocsikra, azt tapasztaljuk. Egy olyan hitel visszafizetésére, amit 2004-ben Abba Boton vezette BKV, azért vett fel, mert az akkori városvezetés és az akkori kormány nem finanszírozta a BKV-t. Más volt még a világgazdasági környezet, adtak hitelt mindenre, ma ez ugye már nincs így. A BKV a működését úgy vett rá föl hitelt, hogy mindenki tudta, hogy ezt nem fogja tudni visszafizetni. Fölvették ezt 8 évre, 6-7 évre, ez változó, és ezek a hitelek most lejárnak. Azt az 5 milliárd forintot, amit 2011 végén kaptunk, és azt lehetne, hogy milliárdokat kapott a BKV, az ott arra költötte el, hogy a 2004-es városvezetés és a 2004-es kormány által megrendelt szolgáltatásokat, amik a buszok, villamosok el is mentek, de ki nem fizetett szolgáltatásokat, az erre felvett hitelt visszafizettük. És ilyen típusú hitelből még 58 milliárd forint jár le idén, csak az első fél évben 41 milliárd forint. Ez önmagában magyarán egy teljes idei BKV finanszírozás, lényegében ez akkora szám, az arra megy el, hogy az elmúlt években elmaradt finanszírozást bepótoljuk, és most ez a kormány és ez a városvezetés finanszírozza meg a buszokat, a béreket, a villamosokat, amik az elmúlt években közlekedtek. És emellett még meg kell oldanunk az idei évi finanszírozást, mert idén is működnie kell a BKV-nak, plusz van egy lehetetlen műszaki helyzet, hogy minden mellett, hogy sok pénz elment ugyan, meg felvettek rengeteg hitelt, de a buszok, metrók, az infrastruktúra olyan állapotban van, hogy azonnal hozzá kell szintén nyúlni. No, de hozzá tudnak-e nyúlni, és ön egy számot mondott, ezt az 5 milliárdos összeget, azt is elmondta, hogy mire költötték, hogy mondjak továbbiakat is, hát nem is én, hanem Tarlós István főpolgármester urat idézném. Azt mondja, hogy a főváros 15% forrást zárolna az intézményeknél, a BKV működési céljaira fordítaná. Ha plusz 4 milliárd forint közvetlen pénzügyi támogatást nyújtana a cégnek, 9 milliárd forint tagi kölcsönt adna április 30-áig, befagyasztaná az összes nem kötelező feladatot, és a legvégső esetben tarifa emelésről is döntene, na szerintem a nézők haja az most hullik szállanként, ha a kormány felszabadítaná 32 milliárd forintos normatív támogatást, és megadná a főváros által kért 21 milliárd forintos segítséget. Na most, hogy ez valóban megoldaná az önök problémáját, azt mindjárt elmondja, a 32 milliárdról meg csak annyit, hogy a kormány már el is mondta, hogy ezt a normatív támogatást miért nem adja meg. Azért nem, mert nem tartja megfelelőnek az úgynevezett reorganizációs tervet. Tehát nem lát garanciát arra, hogy az adósságot a BKV nem termeli majd újra. Szóval hogy van ez? Sok dolgot mondott, hogy próbálok rájuk reagálni. Hát az egyik kérdés, hogy megoldanák-e ezek az összeget, az éves finanszírozást, és egyetérte azzal, hogy rossz a reorganizációs terv. Ugyan is kiemelte a nézőket, ebből talán legjobban a tarifemelés ijeszthette meg. A tarifemelés nem old meg semmit. Egy olyan finanszírozási válság van, amiben ezt a tarifemelésből már kezelni nem lehet. Ezért is történt az a nyilatkozat ma a frakció részéről is, és főpolgármester úr is egyébként, ez nem egy ellentétes nyilatkozat, a főpolgármester úr is az előterjesztésében ezt nagyon világosan leírta, hogy felmerülhet egyes
pénzügyi megközelítésű szakemberek részéről, akár a kormányban, akár máshogy, hogy miért nincs tarifaemelés. Azért nincs, mert utoljára 2010-ben, az utolsó évében a korábbi városvezetés emelt tarifát Budapesten, és csökkentek a bevételek. 2011-ben nem emeltünk tarifát, az ellenőrzést szigorítottuk, ezzel szembe közterületfelügyelőket vontunk be, és növekedtek a bevételek. Ma már olyan magasak a jegyárak, hogy kontraproduktív, ellentétes hatást tartanak ki a jegyáremelések. Ami pedig a kérdését illeti, erre is szeretnék válaszolni. Azt gondolom, hogy ez a sok szám, ez így ebben a formában talán nem volt érthető, vagy nem volt mindenkinek követhető, egy számot hagyd mondjak, ami talán ezt lefordítja. A BKV működése, gázolaj, áram, alkatrészek, bér, tehát ebben nincs a 4-es metró is ilyenek, benne 139 milliárd forint egy évben. Ehhez képest az utasok 50 milliárd forintot fizetnek a mai jegyárak mellett is, és ehhez az állam hozzá a 16 milliárdot, ami az árkiegészítés, tehát a nyugdíjas diákbérletek megtérítése. De akkor még nem tartunk ott, amennyibe kerül. 73 a különbözet, tehát több hiányzik, mint amennyi megvan. Ezt kell most valahogy összetenni. Egyrésztről a főváros, ahogy ön is elmondta, rengeteg olyan intézkedést tesz, amit a legkevésbé sem szívesen tesz meg, és minden létező forrást összeszedve megpróbál annyit beletenni a BKV-be, amennyit csak tud, azért, hogy megmutassa, hogy tényleg mindent megtett, és minden forrás betett, és a legnehezebb, legfájóbb lépésekre is hajlandó. Erről szólt ez az előterjesztés. Hogy ez a legfájóbb lépés, ez mit jelent? Hát 15%-os intézményi zárolás iskoláknál, szociális intézményeknél, ha nem is 10, erről nem döntött még a közgyűlés, és ugye a holnapi rendkívüli közgyűlés elhalasztásra került, hogy ez pontosan hogy fog alakulni, ezt majd meglátjuk, ez nyilván a tárgyalások vége, de már csak az is, hogy ilyen lépésekről beszélünk, az is mutatja a főváros elszántságát. És amit ön említett, erre nagyon fontos reagálni, hogy van-e reorganizációs terv. Én azt gondolom, hogy ilyen kritika azért, amit ön idézett, nem ért a fővárost. Hát hihetetlen, hogy találtam ki. Hogy pontosítsam, az van a költségvetési törvényben, hogy egy hosszú távú koncepciót el kell fogadnia a kormánynak, majd a fővárosnak, és akkor kapja meg, akkor szűnik meg ez a zárolás. Tehát olyan kritika, hogy ez nem elégséges, ilyen nem hangzott el, és én bízom benne, hogy ilyen nem is fog, elmondom azt is, hogy miért. Nagyon röviden arra kérem, hogy időnk, és még kérdeznék. Örömmel válaszolok. 43 éve, most már 44, 1968 óta nem nyúltak az intézmény rendszeréhez a budapesti közlekedésnek. Mi létrehoztuk a budapesti közlekedési központot, és tavaszra befejezzük ezt az átalakítást, és szétválasztjuk a megrendelői és szolgáltatói szerepeket, megnyitjuk a buszpiacot, és versenyhelyzetet teremtünk a buszüzemeltetésben, hogy új buszokat tudjunk bevonni, és átalakítjuk az egész rendszert. Ezt a hosszú távú tervet letettük, ezt most aktualizálni fogjuk, és le fogjuk tenni teljes keretében újra a mai finanszírozási helyzetre aktualizálva. Azt gondolom, hogy van hosszú távú tervünk, és több történt az elmúlt egy évben a budapesti közlekedés intézményrendszerének átalakításában, mint ahogy elmondtam, 40 éve. Ennek az eredményei azok lassan érnek be, hiszen egy jegyrendszer, mire ebből kijön, az sok év például. Igen, örülök, hogy fölhozta a busztender. Tegnap éppen egy közlekedés mérnökkel beszélgettem erről, borzasztóan el vannak keseredve egyébként az önök nyilvánossá tett közbeszerzési eljárását olvasva a hazai buszgyártó cégek. Tehát ilyen helyzetben, amit ön az imént felvázolt, az egyik kérdésem az, hogy a BKV-nak ez a 3-6 milliárd forintja honnan lesz a buszok beszerzésére. A másik kérdésem meg az, hogyha a raktárakban, vagy nem tudom hol, készen állnak az öt hazai buszgyártó cégnél a vadonatúj magyar buszok, amik egyébként különböző megrendelésre készültek, csak aztán mégsem álltak szolgálatba vagy üzembe, akkor miért kell nekünk külföldi, ki tudja milyen állapotban lévő használt buszokat venni, mikor itt vannak a magyar újak? A használt buszok, amiket most vásárolunk, ezek alacsonypadlós, néhány éves, Nyugat-Európában valóban már újra cserélt autóbuszok, de azért ezek olyanok, amikre lépcsőzés nélkül lehet felszállni, amelyek sokkal környezetbarátabbak, mint az öreg Ikaruszok, légkondicionáltak, stb. De nem öreg Ikaruszok, újak. Hogy mondjam, most olyan helyzetben vagyunk, hogy 500 Ikarusz, hogyha elküldenénk holnap, nem nagy felújításra, rendes éves vizsgára, akkor lenne a dolog rendben. Ezek olyan állapotban vannak, hogy muszáj hozzájuk nyúlni. Ezek a használt buszok, ezek azzal vannak összevethető árban, mint egy 23 éves Ikarusz felújítása. Egy új busz, legyen magyar, legyen külföldi, 2,5-szer annyiba kerül, mint egy ilyen használt busz. Hát mi nem a helyet veszünk használt buszt, hogy újat vegyünk, hanem a helyet, hogy a régieket felújítsuk, és a magaspadlós, sokkal környezetszennyező buszok közlekedjenek. És egyből válaszolok a másik felére is. Folyamatban van az a tender, aminek a nyomán új autóbuszok állhatnak forgalomba. Magyar? Én bízom benne, hogy a magyar buszok is versenyképesek lesznek. A legnagyobb bajom ma az, hogy márciusban, amikor ezek a tendernek lesz reményeim szerint eredménye, hogy fogok egy olyan szerződést aláírni, amiben egy külső üzemeltető 8 évre eljön, és
vesz a város helyett, hisz a városnak nincs pénze buszt, és ezt üzemelteti Budapesten, hiszen ez az új modell lényege, úgyhogy nem látjuk 8 hétre előre sem a BKV finanszírozását. Ez a legnagyobb kihívás, amit meg kell oldanunk a következő hetekben. És amiről még sokat fogunk a következő hetekben beszélni, ha majd rájött arra, hogy hogy oldja meg és hogy írja alá. Sok kérdés maradt még nyitva, folytatni fogjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást.